November 11-i mozaik műsorunk képeit látják. Molnár Zsolt ombudsman helyettes éppen arról beszélget Ambrus Laura műsorvezetővel, hogy mennyire felkészületlenül érte Romániát a koronavírus járvány, és ez esetben nem az egészségügyi rendszer hiányosságaira hívja fel a figyelmet a népügyvédjének helyettese, hanem a sok esetben még a 90-es évekből örökölt törvények hézagosságára. Több olyan kérdéssel is találkoztunk, ami nyilvánvalóan alkotmányellenes, nyilvánvalóan az emberi alapjogokat sértette. Nagyon-nagyon sok kérdést vet fel az oktatás. Az online oktatás bevezetésével nagyon sok esetben sérül az alkotmányban rögzített tanuláshoz való jog. Azokban a háztartásokban, ahol nincs villanyáram, internet, csak álom az online oktatáshoz való csatlakozás lehetősége. Pár hete hivatalból eljárást indított a népügyvédjének hivatala az iskolák bezárása kapcsán, és álláspontot vár a szaktárcától. Azt kérik a tanügyminisztériumtól, vizsgálja felül döntését, amely az egész országban kötelezővé teszi az online oktatást. A napi realitásunk viszont jelenleg az online oktatásról szól. Az abban résztvevők személyjogai pedig sok esetben sérülnek. Azt kérdett, hogy sérült-e valami joga a gyereknek, amíg nem akarja az arcát megmutatni. Persze lehet egy ilyesmiről szó, viszont a tanárnak jogában áll az, hogy követelje a gyerektől, hogy jelen legyen. Ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a mindennapi iskolában, tehát hogy mikor élesben megy. Ezért valamilyen módon kell ellenőrizze azt, hogy a gyerek online van, figyel vagy sem. Ugyebár lehetne az a lehetőség is, hogy írásban kérdésekre válaszol, viszont a legbiztonságosabb vagy a legbiztosabb az szerintem az, hogyha a videókamerát bekapcsolja. Ami a hátteret illeti, ami ugye a házat a gyereknek, amit esetleg szégyel, mert hogy olyan a családi szituációja, szerintem ez az eset nem befolyásolja a személyiség jogait, mivel ugye be tud állítani másik hátteret is, tehát egy virtuális hátteret, ahol beteheti azt, hogy akár a Bahamason nyaralnak szüleivel. Azt gondolom, hogy a legdurvább, a legnyilvánvalóbb az, hogyha a gyereknek a képe, hangja, az kikerül egy valami online platformra. Tehát szerintem ez az, ami leginkább sérti a személyiségi jogát, illetve lehet a más személyes adata, mondjuk a lakcíme, mert akár az is egy ilyen online iskola alatt kiderülhet, vagy a személyi száma, vagy a családi háttere, vagy akár ilyen dolgok, amiket egy normális órán, egy bizonyos beszélgetésből kijöhet. Ezért konkrétan perre kerülhet, ugyan az iskola, akár a tanárnak is, a tanárt is felelősséggel vonhatják, vagy akár a másik gyereket, vagy a másik gyereknek a szülőjét, aki ezeket az információkat kiadta, és továbbadta valakinek azt a videófelvételt, vagy azt a hangfelvételt. A jogsértőnek egy esetleges polgári per keretében pénzbírságra kell számítania, amely esettől függően igen változó lehet. Elképzelni lehet 100 lejtől, mondjuk ez egy elenyész összeg, valószínűleg nem annyira fogunk beszélni, de akár 100 lejtől lehet 100 000-ig is. Az online oktatás jogszerű működésére a folyamat mindhárom szereplőinek, szülőnek, tanárnak, diáknak egyaránt figyelnie kell. A szülőknek egy olyan adatvédelmi nyilatkozatot kellett kitöltenie, miszerint figyelnek arra, hogy a gyerek az online óra keretében birtokába jutott személyes adatokat, személyi jogokat sérthető információkat nem szolgáltatja ki egy harmadik félnek. Például sem a gyerek, sem ő nem készít videófelvételt a tanóráról, és nem osztja meg azt. De az iskolának is, mint adatkezelőnek biztosítania kell, hogy a birtokába jutott adatokat nem szolgáltatja ki. Nagyon fontos az, hogy az, amit kér a tanár, mert hogy neki kötelessége az, hogy az órarendet azt közölje, kötelessége az, hogy a szülőkkel tartsa folyamatosan a kapcsolatot, kötelessége az, hogy ha a gyerek nem tudja bekapcsolni, vagy nem tudja használni az internetet, vagy akár a számítógépet, vagy tabletet, vagy miről beszélünk, akkor útba igazítsa. És szerintem oda kell figyelni arra, hogy a tanár mit kér. Tehát ha lesz olyan tanár, ami nem kérhez, hogy a webkamerába legyen kapcsolva, viszont kér egy, mit tudom, fél óránként egy visszajelzést, hogy igenis a gyerek online van, figyel, helyzt vesz az órán. Ezekre figyeljenek oda, mivel a tanárnak jogában áll az, hogy ugyanúgy, ahogy az iskolában is, a fizikai iskolában is, hiányzásokat beírjon, ami a gyereknek a hátrányára válhat később. Ugye magaviselet lehúzás, stb. Hátulütői ennek az egésznek.
Úgyhogy én azt mondom, hogy egyszerűen meg kell kapni a közös utat, és tanárral mindenképp kollaborálni kell azért, hogy mind a két félnek, vagy mind a három félnek pozitív élménye legyen az egész online iskola.